Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit a kaszinói estünkön. Mai vendégünk Csefkó Pál feltaláló, akiről azt kell tudni, hogy leginkább úgy emlegetik, mint a magyar Teslát, de az a baj ezzel a kijelentéssel, hogy nagyon kevesen tudjuk azt, hogy igazából ki is volt Tesla, mert a lemezjátszók magnók még otthon működnek, de igazából, hogy mekkora horderejű dolgokat talált fel, azt nem mindenki tudja, de majd erre is biztos kitérünk az előadáson. És most elfoglaljuk a helyünket, ahogy szoktuk itt a kaszinóba. Csefkó úrról még tudni kell azt, hogy már nagyon kis gyermekkorában azt mondta, hogy ő az emberiségnek új energiahordozókat talál fel, és úgy tűnik, hogy amiket én itt már láttam ott a sarokban, lesz egy-két meglepetés ma este. Az előadásunk, beszélgetésünk az úgy fog zajlani, hogy mindenképpen először, ahogy a címünk is mutatja, a meghívókon, a régi, ősi, legrégebbi energiával fogunk foglalkozni, ez pedig, amit nem biztos, hogy még teljes mértékig ismerünk, ez a piramis környékén, ami van. Aztán utána áttérünk azokra, akik létrehozhatták ezt a csodálatos építményt, és a vége felé pedig az új találmányokról fogunk beszélni, tehát eléggé széles körű spektrumot ölelünk fel, de az előadás végére, hogyha jól beszélgetünk, akkor biztos, hogy oda fogunk eljutni, hogy ez a két dolog, ami lehet, hogy időben akár 50 ezer évet is jelent, lehet, hogy nincs is olyan távol egymástól. Első kérdésem az lenne, hogy akkor hogy is indultál ez a pályán, amit egy picit kezdtem felvezetni, hogy mi volt az a lökés, vagy már úgy érkeztél ide a földre, hogy tudtad, hogy miért jössz? Hát nem olyan egyszerű nekem a dologról beszélni, mert édesanyám megkérdezte, amikor kisgyerek voltam, megkérdezte tőlem, hogy hát mi leszel, fiam, hogyha nagy leszel? Hát mondtam, hogy mi leszek? Hát egyszerűen csak energiát fogok kitalálni az emberiségnek, egy újfajta energiát. Most ez azért érdekes, mert egy 4-5 éves gyerek nem nagyon tudja, hogy energia az micsoda, vagy lehet, hogy ő tudja igazából, hogy micsoda. Tehát mi felnőttek, nem biztos, hogy még mondhatom magamat felnőttnek, mert én folyamatosan még gyerekkorban élek, remélem jó sokáig, de föltaláljuk majd a fiatalság titkát, és akkor mindenki örök ifjúként fog élni a Földön. Egyébként ezek mind összefüggenek. Tehát édesanyám megkérdezte tőlem, hogy mi lesz, hogyha nagy lesz. Én megmondtam, hogy hát nem tűzoltó, nem autósofőr, nem orvos, hanem hát energiát fogok kitalálni. Ez azért izgalmas, mert én egészen kisgyerekkorom óta foglalkozom már energiával és elektronikával. Mindent, amit lehetett, mindig szétszedtem. Én megpróbáltam összerakni, nem mindig sikerült, de volt, hogy sikerült, és poroltam alkatrészeket ki. Úgyhogy nem minden kell abba a szerkezetbe, amit beleraknak, ebből kiderült. Innen jött a sok találmányom is egyébként. Körülbelül 70-es évek végén, amikor én a hetedikes lehettem, vagy hatodikos, nem emlékszem pontosan, akkor én már rádióadókat építettem, és külföldi csatornákat próbáltam befogni a tévén. Én építettem akkoriban a legnagyobb UHF antennát is, 4 méter 70 centi hosszút, és ez még a 70-es évek végén volt. Akkor még eléggé tiltottak voltak a külföldi műsorcsatornák, és engem mindig izgatott amit nem Magyarországon adnak, hanem külföldön, hogy mik lehetnek azok. És ezért jött ez a nagy szerelem a tévézés, rádiózás iránt. Amikor megcsináltam az első adómat, akkor elég izgalmasan sikerült, mert én ott a környéken, én Újpalotán laktam, és a környéken zenét sugároztam kifelé a világba. Hát gondoltam, hogy a fiatal gyerekek tudják fölvenni magnóra, rögzítsék a zenét. Hát annyira jól sikerült az adóm, hogy majdnem még a porszívón is én szóltam, meg a lemezjátszókon. Hát ez egy kicsit meg is ijesztettek, mert följelentettek, mert bemértek. A keleti pályaudvarnál volt egy nagy posta, és ott mérték be a berendezésemet, ami Újpalotán sugárzott zenét, és háromszögezéssel kimérték, hogy honnan jön a jel, kijöttek.
és hát elég rendesen megdorgáltak. Hát az édesanyám részéről nem teljesen dorgálás volt, jól elvert, mert egy évi fizetésébe került a büntetés. Úgyhogy én nagyon kikaptam az összes berendezésemet, az kikerült a kukába, és nem tudom, hogy mennyire ismerik a lakótelepi házakat, de ilyen, olyan, mint a csőposta, olyan a szemétledobó, tehát hogyha oda bedobunk valamit, azt onnan már kiszedni nem lehet. Hogyha nincsen kulcsunk a nagy konténer ajtóhoz, hát nekem nem volt, úgyhogy nem sikerült kiszedni, de így se sikerült elrettenteni engem az energetikától, elektronikától, úgyhogy folyamatosan építettem berendezéseket. Nem kellett felvételiznem, egyből felvettek tovább tanulásra az iskolába, elektroműszerészként tanultam tovább. Hát általános iskolába 6-7-8-ban folyamatosan nyertem meg a fizika versenyeket, holott 3-as-4-es voltam fizikából. Ez mindig is zavart, mert nem értettem, hogy hogy lehet az, hogy 3-as-4-es vagyok fizikában, és engem küldenek el az iskolai, kerületi, meg az országos versenyre. Ezek szerint lehet, hogy azért, mert én máshogy látok dolgokat. Mondjuk az igaz, hogy amivel nem értek egyet, azt én ki is mondom. Tehát amikor tanulni kellett dolgokat, akkor én mondtam, fizikában ez nem úgy van. Ezért nem kaptam jó jegyet. Tehát innen lehetnek a 3-as-4-esek. De én örülök neki, hogy ezt megtartottam. Tehát nagyon sok minden nem értek egyet. Én valahogy máshogy látok dolgokat. Én gyerekkorom óta, hát vannak álmaim és vannak élményeim is. Ezt mondhatjuk úgy, hogy hogy is mondjam egyszerűen, de kintről jött élmények. Tehát én hiszek abba, hogy vannak idegen lények az univerzumban, sőt olyannyira hiszek, hogy volt is már kontaktom velük. Az, hogy milyen típusú fajta, hát akikkel volt, kettőre nagyon emlékszem, a szürkékre és a nagyfehér bölcsre emlékszem még. Mostanában nem tapasztalok ilyeneket, az nem jelenti azt, hogy nincsen, vagy itt köztünk nincs senkinek, mert elég jól törlő rendszerük, tehát elég jól kitörlik az információkat az agyból. De ez majd lehet, hogy egy kicsit majd később. Amit összeállítottam, nem volt egyszerű, mert eléggé szerte ágazó képsorozatokat fogunk majd látni. Ez a jövő és a múlt energetikája, ez eléggé nagy fogalom. Tehát szerintem, hogyha hoztunk volna idegélelmet még, és holnap reggelig lenne időnk, akkor is lehetne róla beszélni, az biztos. Úgyhogy benne vannak a találmányaim is nagy részben. Eddig több mint 160 találmányom van, ebből eddig 20-at adtam be szabadalmaztatásra. Eddig egyetlen egyet se fogadtak el, mert hogy ezek nem találmányok. Tehát amiket be fogok mutatni, azok majd látni fogjuk, hogy nincs a világon ilyen technológia. Tehát még a közelemben, még a mai napig se. Holott például a napelemes cserepem is több mint 10 éves most már. És még a mai napig nem tudták leutánozni, mert nem egy sima, egy cserépre szerelt napelemről beszélünk, majd be fogom mutatni. Úgyhogy több mint 10 éves, és még a mai napig nem tudták reprodukálni, tehát ezek nem találmányok. Úgyhogy majd önök fogják eldönteni, hogy találmányok vagy nem. Ha elindulnánk, akkor legalábbis megpróbálom. Ami itt a Földön nagyon érdekes, azok a piramisok. Na most, a piramisok miért érdekesek? A piramisokat megtaláljuk a tengerek alatt, különböző országokban, a Földön, sőt az égen is, különböző égi testeken, tehát a Holdon is, Marson is vannak piramisok, amik nagyon sok információt rejtenek az emberiség számára, és nem csak az emberiség számára. Egyébként kommunikációnak is használták, tehát kommunikációra is használták a piramisokat. Sőt, mi itt a Földön elég sok mindenre használjuk, mert szlovák tudósok megcsinálták azt, de majd mindjárt jutunk oda is. Egy kicsit még visszább megyünk az időben. Az 50-es években találtak információkat Földön kívülekről, ahol gyakorlatilag a köveken különböző hieroglifáktól kezdve különböző rajzokat fedezhetünk föl. Ezek között van több mint 2 millió éves is. Egyből látni, hogy maga a szemforma az nem földi eredetű. Tehát ez a mandula szem,
amit látunk, az eleve idegen lényekre utal. Ez azért érdekes, mert ezek a lények azért ábrázolták is, hogy honnan jöttek, mivel foglalkoztak. Itt a Földön, akikhez lejöttek, azok rituálékat és szertartásokat tartottak. Hogyha a mai napig is elmennénk olyan falvakba, ahol még emberiség nem nagyon járt, és mondjuk leszállunk helikopterrel vagy repülővel, akkor azt mondanák ránk, hogy istenek vagyunk. Ez valahogy így is lehetett itt a Földön. Nem mi vagyunk, tehát, hogy is mondjam, nem az idegen lények a betolakodók, hanem mondhatnánk azt is, hogy mi jöttünk ide később. Tehát itt a Földön már évmilliókkal ezelőtt is éltek lények, akik elég sok minden információt hagytak hátra. Itt, amit látunk, egyébként jól látni, hogy a tökéletes ülőpóz, a mai napig is az űrhajósok így repülnek, lehet jól látni. Itt pont egy ütközést látunk erre a körre ábrázolva. A Bibliát, ha megnézzük, a Bibliában is szerepelnek ezek a úgymond idegen lények, csillagűrhajók, csak teljesen máshogy megfogalmazva. A Bibliában sok mindent el lehet fogadni, de az a baj, hogy nagyon köntörfalazva írnak le információkat. Az tény viszont, hogy ez a pár száz oldal, ahol leírják ezeket az információkat, nagyon kevés. Holott a Bibliát, ha valaki utána néz, akkor tudja, hogy több tízezer oldal információból lett írva ez a pár száz oldal, sőt, több ezer tekercsből, ami több tízezer oldalnak felel meg. Tehát, hogyha belegondolunk, hogyha egy könyvet szeretnénk írni, akkor úgymond csak szószedeteket lehetne, információ részeket lehetne kiírni ebből a nagy könyvből, hogyha csak pár száz oldalba szeretnénk leírni. Ez valahogy így lehetett a Bibliában is, egyébként nagyon jó műszaki könyvként is szerepel, majd látni fogunk egy-két dolgot, ami a Bibliában is szerepel. Tehát ezek a csillagjárművek úgymond, tehát az égből jött istenek itt is szerepelnek festményeken. Hogyha már megnézzük a kőtáblába vésett információt, tehát úgy is mondja, hogy az Úr az ujjával, tehát az égő betűkkel, az ujjával mutatott és égő betűkkel írt rá a kőre. Hogyha ezt modern technológiára leszeretnénk fordítani, akkor mindenkinek eszébe fog jutni, ez, amit én is mutatok, a lézer. Tehát, hogyha nagyobb teljesítményű lézerrel csináljuk ezt, akkor nem csak a fémet tudjuk vágni, hanem a kőbe is be tudunk vésni. Mivel, hogy az égből jöttek ezek a lények, vagy istenek, ez azt feltételezi, hogy sokkal nagyobb információ, tudással rendelkeztek, mint mi. Tehát eleve olyan űrhajót építettek, amivel eljöttek ide erre a Földre, vagy más bolygókra, akkor feltételezhetjük azt is, hogy a lézert is ismerték. Egyébként tőlük kaptuk a lézert is. Nagyon sok találmány egyébként a természetben előfordul és megtalálható. Egyedül a lézert nem tudták még azonosítani. Itt a Földön sehol nem szerepel, de nagyon sok találmány, 90%-át a találmányoknak megtaláljuk a természetben. Itt pont látjuk azt, amiről beszéltem. Tehát égő betűkkel véste úgymond a kőtáblába az információt. Hát ez a lézer, amit mutattam. Az orvostudományban nagyon sok mindent megtaláltak, nem csak a gyógyszerekre utalok, hanem egyéb segédeszközöket is, sőt a fogamzásgátlástól kezdve az egyéb végtagokig, tehát művégtagok is, egyiptomi művégtagokat is találtak, majd mindjárt látunk egy-két képet. Például ez, ha jól megnézzük, a mai napig is ehhez hasonló végtagokat csinálunk. Az tény, hogy nem fából, de nagyon precízen meg volt csinálva a mumián, aki el volt temetve. Itt azt szokták mondani, hogy az egyiptomiak megfejtették, hogy hogy is építették a piramist. Ez azért érdekes, mert mostanában napvilágra került, hogy hogy építették a piramist. Azt mondták, hogy rájöttek arra, hogy ha a homokot bevizezzük, akkor 50%-kal kisebb a surlódása a kőnek. Ha egy kicsit belegondolunk, és utána számolunk, nem tudom, hogy tudják-e, hogy a Keopsz piramis, tehát a nagy Keopsz piramis hány darab kockából áll, kőkockából, vagy kőtéglatestből. Esetleg tudja valaki?
Több mint 2,5 millió. Na most, hogyha amit tanultunk történelemből, nekünk azt tanították, hogy 20 év alatt 20 000 ember építette a piramist. Többé-kevésbé, mert ki is hullottak, sajnos nagyon sokan meghaltak. Hogyha belegondolunk arra, hogy milyen segédeszközökkel építették, akkor most bemutathatnám a rézkalapácsot, és egyéb bésőket, és a kemény követ ebből vésték. Ha kiszámoljuk, hogy ez a 2,5 millió kő mennyi idő alatt kéne előállítani, pár perc állna rendelkezésre, tehát 3-5 perc alatt egy ilyen 2-10 mázsás követ kifaragtak és a helyére helyezték. Jó gyorsan dolgoznak, nem? Tehát azért egy kicsit el kell gondolkodni ezen. Az biztos, hogy ezeket a kőtömböket így nem lehet szállítani, hogy a képen is láttuk. És azt még ne felejtsük el, hogy a piramisok ugye nem csak az a piramis, amit fölül látunk, hanem a piramis alatt legalább ugyanolyan méretű alsó rész is van, tehát azzal is dolgozni kellett, így pláne nem fél bele abba a pár évben, amit mondanak. Így van, és nagyon sok piramis alatt annyira profin meg volt csinálva a talapzat, hogy pár milliméter süllyedésről beszélhetünk csak az évszázadok alatt, tehát pár milliméterről beszélhetünk. Na most az egy dolog, hogy 2,5 millió kőből építették föl, de ahova építették, körülbelül 8 focipálya nagyságú anyag, tehát ugyanolyan kő van lerakva, amire ráállították a piramist. Tehát aki kicsit el kell gondolkodni, hogy is van ez. Van egy barátom, Jászdi Kis Imre, ő megfejtette a magyar nyelvből, hogy a követ hogy öntik. Ez azért érdekes, mert ha valaki járt a piramisba, vagy utána nézett, akkor rá fog jönni, hogy valami nem stimmel a köveknél. Tehát kivésni a köveket, tehát kifaragni, ennyire precízen szinte lehetetlen. A mai technológiával se nagyon tudjuk megcsinálni. Sőt, annyira profin lett építve, hogy ha a lézerrel megvilágítjuk az egyik oldalát, akkor pár milliméter eltérés van, több mint 100 méter hosszon. Hogyha a kamrát is megnézzük, tehát bent lévő sírkamrát és folyosót, ott is pár milliméter eltérés van a kezdet és a vég között, de ez még semmi, ha az oldalfalat megnézzük, az oldalfal teljesen szimmetrikus a másik oldalfallal. Mert azt szokták mondani, hogy hát azért van kicsi kő meg nagy kő, hogy felhasználják a kis selejtet is. Na most akkor annyira intelligensen használták fel a selejtet, hogy a túloldalra is raktak selejtet, teljesen szimmetrikus legyen. Egyébként az építészetben, hogyha utána nézünk, ha különböző méretű köveket rakunk össze, sokkal stabilabb az építmény. Tehát összeillesztjük őket, és sokkal stabilabbá lehet tenni. Ha a piramis oldalát megnézzük, itt jól lehet látni ezen a képen egyébként, hogy nem egy sík oldalról beszélünk, hanem meg van törve. Ezt a repülőről vette észre egy úriember, hogy valami nem stimmel a piramissal, tehát nem 4 lapja van, hanem 8 fél lapból áll, és tökéletesen meg van törve, tehát teljesen jól mutatja. A burkolat, ami rajta van, hát ennek már a burkolata hiányzik, ezért jól látható. Ennek is volt jelentése, hogy miért így oldották meg. Ha megnézzük a piramis szerkezetét, akkor jól lehet látni nagyon sok piramisnál, sőt, eleve, mire is használták a piramisokat? Ez is egy nagyon jó kérdés. Tehát annyi minden kéne beszélni. Ez a Mars arc egyébként, amit jól látunk, itt is látni a piramist, és nem egyszerű piramis alakja van, tehát olyan, mint egy pentagramma, tehát mint a Fehérház, de ezeknek is van jelentősége, mert mutatják, hogy azok az idegenek, akik ide a Földre jöttek, honnan jöttek. Ezt a Kalmár János barátom megfejtette, nagyon sok előadást csinált már ő is, és megfejtette, hogy az idegenek, akiktől származunk, honnan jöttek. És ő szerintem majd ő az egyik előadásában el fogja mondani, nem akarom elvenni a kenyerét. Amit most itt látni fogunk, ez egy élő felvétel a boszniai piramisról, és ez azért érdekes, mert a boszniai és a mexikai piramis egyszerre bocsájtotta ki a fénynyalábot. Ez most miért érdekes? Nagyon sokan
úgy tudták, hogy rituálésra használták fel a piramisokat. Holott nem csak rituálék voltak, nem csak temetkezés, nem csak dokkoló egységként szerepeltek, és nem csak tájékozódási pontokként szerepeltek, hanem energetikailag azt lehetne mondani, mint a Földön az atomerőmű, a piramis is így szerepeltet. Azt hiszem 2012-es kép, 2012-ben volt, hogy a boszniai és a mexikai piramisból egyszerre indult el a fénynyaláb. Ez miért érdekes? Ez azért lehet érdekes, mivel hogyha bármilyen piramist megnézünk, maga a katakombák, azok valamire hasonlítanak. Ha valaki egy kicsit foglalkozott nagy frekvenciával, az tudja, hogy úgy verődik, mint a fény. Ezek a katakombák csőtápvonalakként is szerepelhettek, tehát üregrezonátorként is föl lehet használni őket, és attól függ, hogy milyen átmérője ez az üreg, annak megfelelő frekvencia fog a végén kilépni, és úgymond fel lehet erősíteni ezekkel a üregrezonátorokkal. Így működik egyébként a mikrohullámú sütő, tehát egy mikrohullámú jellel fölmelegítjük az élelmiszert, mivel hogy a víznek a rezonanciájára van hangolva, ezért fölmelegíti a táplálékot, vagyis a táplálékban lévő vizet. Ez sajnos nem olyan jó, mert ha valaki utána néz, akkor egyből már hála Istennek nagyon sok információt találunk az interneten, hogyha mikrohullámmal kezelünk valamit, tehát bármilyen élelmiszert, vagy bármilyen folyadékot, akkor torzul az információ. Ennek miért van érdekessége? Tehát miért van jelentősége? Azért, mivel az emberi szervezet 73% a víz. Tehát minden egyes embernek 73% a víz. Vannak azok, akik vízfejűek, azoknak még több, de félre a tréfát. Ez azért érdekes, mivel hogy a Föld, ahol élünk, a Földnek is 73% a víz. Hát ez mondjuk teljesen logikusnak jön ki, mivel hogy mi élünk a Földön, a Föld az egy nagyobb tömeg, ezért befolyásolja az emberi szervezetet. De még egy érdekesség hozzá, hogy ha megnézzük a Schumann-rezonanciát. A Schumann-rezonancia, nem tudom, hogy tudják-e azt, hogy micsoda, a Schumann-rezonancia az a frekvencia, ami körbe megy a Földön csillapítás nélkül. Ez durván olyan 7,8 Hz volt még pár tíz évvel ezelőtt. Most már közel 11 Hz-et mutat. Ez azért is jó, meg azért is rossz, majd eldöntjük, hogy miért jó, vagy miért rossz, mert az emberi szív rezonanciája is ez a 7,8 Hz volt, ami most már közel 11 Hz. Tehát a Schumann rezonanciával együtt változik a szívünk rezonanciája. Tehát joggal mondhatjuk azt, hogy felgyorsult az életünk, vagy legalábbis azt érezzük. Az igaz, hogy az óra 24 órát mutat egy napra, hogyha levetítjük, viszont az emberi szervezet, mivel hogy a szív rezonanciája ez a közel 11 Hz, a 7,8 Hz-hez képest már egy magasabb frekvencia, tehát joggal érezhetjük azt, hogy egy kicsit elfáradunk a nap végére, vagy egyszerűen nem tudok annyi mindent dolgozni, nem fér bele az időmbe, biztos, hogy mindannyian vagyunk így, vagy már voltunk így ezzel. Sőt, hogyha minél többet tanulunk, rájövünk, hogy nagyon nem tudunk semmit, tehát nagyon sok időt szeretnénk eltölteni itt a Földön tanulással. Ezt azért mondom így, mert szokták mondani, hogy a jó pap is holtig tanul, és mégis hogy halt meg. De egy kicsit, ha belegondolunk, az emberi tudat, vagy az emberi agy befogadó képessége milyen kicsi. Tehát általában az embereknek ez a 3-7%, ami az agy befogadó képessége. Szerencsére vannak többen, akiknek jóval nagyobb ez a százalék. Sajnos egyes idegen lényeknek meg még jóval nagyobb. Azért tudnak olyan dolgokat csinálni, amiket mi nem. Egyébként minden ember képes mindenre, csak ezt nem tudja. Az a baj, hogy bele van kódolva, vagy dekódolva. Ezt ki kéne kódolni, és újra kéne használni azt a tudást, amit mi kaptunk, vagy hoztunk magunkkal a Földre. Egy pillanat ennél a képnél hadd kérdezzem meg, hogy ha ezek a piramisok nem csak egy építészeti emlékek, hanem működnek, ki működteti őket? Az biztos, hogy akik építették, és nem az egyiptomiak építették a 30-40 éves periódusuk alatt, hanem idegen lényeknek kellett építeni.
Az tény, hogy nem egyszerű az építése, viszont hogyha ők idejöttek a Földre, ezek az idegen lények, akkor rendelkeztek olyan technológiával, amivel építeni lehetett. Itt a boszniainak lehet látni jól az energia nyalábját. Itt lehet látni egy olyan rajzolatot, hogyha az üreg rezonátort elfogadjuk, akkor... hogy is mondjam... Ez azért érdekes, mert a víz az az anyag, ami a legjobban továbbítja az információt az emberi szervezetben is, meg a Földön is. Ezért lehet azt megcsinálni, hogyha valaki beteg, elnézést kérek, hogyha egy kicsit majd kapkodni fogok, csak annyi információt szeretnék átadni, hogy megtudják az információkat, úgyhogy ha elkaladoznék nagyon, akkor nyugodtan szóljanak rám, hogy melyik részről beszélk inkább. Tehát, hogyha nézzük a betegségeket, és a mostani orvostudományt, odaadják a gyógyszert, hogy vegyük be. De mit mondanak a gyógyszerhez? Hogy bő folyadékkal vegyük be. Ezt azért mondják, mert a tiszta víz, a jó rezgésű víz, az hozza helyre inkább a szervezetet. Tehát, hogyha csak sima vízkúrát csinálnánk, nem a 2-3 liter folyadékot innánk meg naponta, amit teszünk, vagy még sajnos ennyit sem, hanem 5-6-7 esetleg nagyobb mennyiségű vízmennyiséget innánk, jó minőségű vízből, akkor semmi bajunk nem lenne. Tehát ezt jó, hogyha tudjuk, hogy nagyon sok folyadékot vigyünk be a szervezetbe, ahhoz, hogy meggyógyulhassunk. Azért is van, mert mi az összes sejtnek a dehidratációja miatt is kell a folyadék, és tudjuk nagyon jó, hogy a sejtünk 7 évenként cserélődik le az összes sejt. Még az is, amelyik mit sem sejt, még az is lecserélődik 7 év alatt. Ez azért van, sőt, ha megnézzük ezeket a ciklusokat, tehát a 7 az mindig is veszélyes volt. A házasság terén, a barátság terén, a 7 kis törpénél, tehát mindenhol, hogyha megnézzük, mert jött a hófehérke, aztán történt egy kis baleset az almával. Tehát a 7 az egy nagyon érdekes szám, és ez azért, mert az összes sejtünk 7 év alatt lecserélődik. Sajnos az orvostudomány azt mondja, hogy ha 5 év eltelt a rák gyógyítása után, akkor már nem lesz rákos az emberi szervezet. Ez sajnos nem így van, mert legalább 7 évnek kell eltelni, mi vagy az utolsó sejtnek is le kell cserélődnie, de nem ennyire egyszerű és nem ennyire bonyolult. Mindannyian, aki itt vagyunk, én engem is beleértve, mindannyiunknak az immunrendszere több mint 200 ezer rákos sejtet öl meg naponta. Tehát minden emberben benne van a rákos sejt. A rákos sejt micsoda? Az egy deformitás, tehát egy hibás sejt, ami valami miatt hibás lett, és nem a jó leképezés lett belőle. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogy ha én fognék egy információs papírt, tehát van egy papír, berakom a fénymásolóba, és elkezdem másolni, másolni, másolni. Egy idő után észre fogjuk venni, hogy a tinta elkezd kopni, elkezd fogyni, tehát kezd kifogyni a patron, és már az információ sérül, tehát nem az összes információ jut rá a lapra. Az öregedés ugyanez. Tehát az emberi szervezet elkezdi másolni a sejtjeit, tehát a DNS-t másoljuk, de sajnos kívülről külső információ állandóan hat a szervezetünkre, tehát vagy úgy, hogy a barát oldaláról, a feleség oldaláról, a munkahely oldaláról, vagy az időjárás oldaláról, vagy bárhonnan, de ezek mind információk, amik torzítják a másolást, azért, mert rezgési információ. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor mi megszületünk, hozunk egy tarsolyt, abban van egy bizonyos rezgés mennyiség és rezgés minőség, és az évek során ez felhigul a külső információk alapján lévő információk miatt felhigul, és a leképezésben benne szerepel. Ezért van az, hogyha jól megnézzük, biztos találkoztak már avval, hogy a kertbe elültettek két színű virágot, egy pirosat meg egy fehéret. Közel egymáshoz elültették. Második, harmadik évben, hogyha megnézzük, akkor ez a két virág színe kezd egymáshoz hasonló lenni. De ez az élet különböző részén is megfigyelhető. Például maga a gazda
a kutyájával, vagy a macskájával, a férj, a feleséggel. Minél többet tartózkodunk egymás mellett, annál jobban kezdünk el egymásra hasonlítani. Azért van az, hogy például az óvóbácsik, akik az óvodában, meg az óvónénik, azok majdnem, hogy örök ifjúak, mert mindig azt a fiatal rezgés információt kapják. Ha például egy idősebb úriember egy fiatalabb hölgyel él együtt, akkor az idősebb úr hozzá fiatalodik a hölgyhöz, a hölgy meg hozzá öregedik. Sajnos, tehát ott rohamosabb lesz az öregedés a hölgy oldaláról, a férfi oldaláról meg a fiatalabb marad az illető. Ez azért még másnak is köszönhető, tehát nem csak annak, hogy egymás mellett élnek. De az tény, hogy az élet számos területén megfigyelhető az, hogy a rezgések mennyire befolyásolnak minket. Itt egy energiaspirál fényképét láthatjuk. Megépítettek egy piramist. Biztos hallottak róla, hogy lehet a piramissal gyógyítani. Léteznek különböző piramis alakú tárgyak, vagy ülőkék, vagy olyan gyógyászati eszközök, amiken rá kell feküdni, vagy bele kell feküdni. Ez maga a geometriából adódóan koncentrálja az energiát. Egyébként durván olyan a 3/4 részénél, ahol például a Keosz piramisban a kőlapok vannak, ott a legerősebb az energia. És azért is van az, hogy Azért is van az, hogyha bemegyünk a piramisba, akkor például nem szabad vinni vizes flakont, becsomagolva papírba, mert föltöltődik, és áramütést is tud okozni. Itt így van a nagy feszültségű kondenzátort, így lehet építeni is. De annyira koncentrált az energia, és az emberi szervezet meg mindenki érzékeli ezt az energiát, csak van, aki figyelembe veszi, van, aki nem veszi figyelembe. Tehát, hogyha ügyesen ráhangolódunk dolgokra, akkor sokkal több információt fogunk magunk körül látni. Ez egy nagyon jó felvétel egyébként az energiaspirál kilépésére, és már itt megfigyelhető egyébként ez a gyönyörű spirál. Majdnem olyan, mint a DNS spirál, hogyha megnézzük. Ez majd későekben, ennek jelentősége lesz majd mondom, hogy mikor. Otthon mindenki elkészíthet egyébként, ha megnézzük a Keosz piramist, annak a méretét, az internet, nagyon egyszerű, fölmegyek az internetre, de egyébként bármilyen méretű piramist építünk, és behelyezzük úgy, mint a Keosz piramis, amilyen helyzetben áll, és belerakjuk az élelmiszert, sokkal hosszabb ideig eltartható. Sőt, a szlovákok csináltak penge élezőt, tehát borotva penge élezőt. Csináltak egy kis műanyag piramist, és hogyha abba behelyezték a pengét, akkor mindig éles maradt. Ez miért? Azért, mert molekula rendezés jön létre, és amikor rendezzük a molekulákat, akkor sokkal erősebbek az anyagok. Tehát ez rendben van egy fémnél például, meg föltöltjük. Az élelmiszernél meg energiával vonjuk be, ezért a baktériumok nem tudják megtámadni az élelmiszert, ezért jóval hosszabb életű lesz. Egyébként a vizet ugyanígy föl lehet tölteni. Egy kicsit, hogyha így elkalandozunk és belenézzünk a piramisba, hogy milyen érdekességeket találhatunk, akkor látjuk, hogy például, hát itt egy tökéletes állatforma, itt is, viszont itt valami nagyon érdekeset látunk. Ezt nem tudom, hogy fölismerik-e, hogy ez micsoda, meg ez micsoda. Itt három, sőt négy olyan tárgyat látunk, ami nem a régmúlt időkből, hanem a mostani időkből eredő utazó eszközöknek lehetne mondani. Mindjárt mutatom is a képet. Például ez egy űrsikló, és hogyha valaki emlékszik, hogy milyen tehát a csillagok háborújára, akkor ott mindjárt megláthatjuk ezt az űreszközt. Ez például egy tengeralattjáró, a modern tengeralattjáró így néz ki. Ez egy Apache helikopter, a modern Apache helikopter meg így néz ki. Tehát megláthatjuk, hogy teljesen hasonlóak ezek az ábrák a mostani járművekkel. Ez meg egy nagyon szép vadászgép egyébként. Tehát valami nem stimmel. Ez szerintem egy hamisítvány, mert ha valaki jobban tüzetesebben megnézi, az egy dolog, hogy betonkeverő, de meg lehet nézni, hogy nem olyan mélyek a vésetek, hanem inkább csak egy rajzolt
figuráról beszélhetünk. Szerintem ez nem eredeti felvétel, de egyébként ez a modern betonkeverő. Itt már a régi időkben egyből látni, hogy ők is ismerték az UFO-kat, sőt lehet, hogy találkoztak velük. Tehát itt egy tökéletes UFO ábrázolást láthatunk, itt alatta is van. De mindjárt fogok mutatni, tehát így néz ki a repülőcsészaj. A régi időkből előkerültek, azt szokták mondani, hogy milyen érdekes madár figurák kerültek elő. Na most a madár figuráknak, hogyha megnézzük, a madaraknak nincs vezérsíkja, de ezek biztos olyan madarak voltak, hogy vezérsíkuk van. Tehát mit a modern repülőnek? Hát, hogy jobban tudjanak repülni. Tehát lehet látni a propellert is. Egy kicsit akkor el kell gondolkodni, hogy most hány ezer évről is beszélhetünk, meg milyen utazóeszközökről, vagy lehet, hogy akkor mégiscsak buták vagyunk mi? Ha megyünk tovább a piramis belsejében, akkor nagyon szép hieroglifákat, nagyon szép képeket fogunk látni a falba vésve. Ez azért érdekes, mert mit láthatunk itt? Egyik, én a Magyar UFO Szövetség tagja vagyok 21 éve, és az egyik társunk megfejtette ezt, hogy mit jelenthet ez a kép. Ez azért érdekes, mert csak magyarul olvasható ez a kép. Mindjárt megpróbálok mutatni egy másikat, ahol jól látjuk, itt talán jobban fogjuk látni. Ő azt mondta erre, hogy beszéljünk magyarul, és fejtsük meg magyarul. Elekősünk ül a trónon, igaz? Mivel vezérelünk valamit? Hát elektronnal. Tehát elekősünk ül a trónon. Egy illető itt áll, hát itt nem lehet jól látni, talán a másik képen, ezen se látni, ahogy tartja ezt a tárgyat, feszült seggel, tehát feszültséggel fogjuk vezérelni ezt a csövet. Itt talán. Tehát itt tartja, és egy érdekes pózban, tehát úgymond, bocsánat, hogy így mondom magyarul, feszült seggel, tehát feszültséggel vezéreljük elektron hatására. A térdelejt, tehát itt lehet látni a térdelejt, a térdelejt, itt lehet látni, hogy a haja oda vonzódik az üvegbúrához. Talán van egy másik, ahol jobban látni. Itt lehet látni. Tehát a térdelejt, tehát térdelejt, tehát tökéletesen el van, hogy itt van szigetelő, tehát itt mi, hogy nincsen arca annak a valakinek, tehát ezért ő szigetel, ez egy szigetelő. Egyébként a mai napig is így használjuk a nagy feszültségű tekercseket, szigetelőkkel. Itt van egy kígyó. Miért kígyóval ábrázolta? Azért, mert a nagy feszültség hatására a nagy feszültség sziszegő hangot ad. Tehát sziszegő hanggal, tehát a nagy feszültség hatására sziszegő hanggal a tér delejezve van, elektronnal, tehát elekősünk által, elektronnal van működtetve az egész. Itt van egy adó meg egy vevő, tehát az egyik illető ad valamit, a másik a vevőnek. Tehát tökéletesen elmondható a magyar nyelvvel, hogy hogyan működik ez a nagy feszültségű cső. És hogyha egy kicsit belegondolunk, ez mi is ez a nagy feszültség, itt jobban lehet látni a kígyónak a száját. Ez a nagy feszültségű cső, amit meg is építettek, tudósok, tökéletesen működik. Ez az egyiptomi akkumulátor, ebben van működtetve, gáztöltési cső és világít a gáz. Hát ez a fénycső, amit a modern időkben használunk, ez a fénycső. Egy kicsit tovább szaladtam. Ez azért érdekes, mert belült a piramis belsejébe sehol nem találtak koromnyomot. Tehát akkor valahogy valamilyen fénnyel kellett ott világítani. Kipróbálták, hogy hát akkor egyszerű tükrökkel letükrözzük a fényt. Hát igen, van egy kis baj, mert mindig csillapodik a fény, tehát nem jut el nagyon sok helyre az a fény, tehát ez nem működik, tehát valahogy máshogy kellett világítani. A nagy feszültséget könnyű előállítani, majd azt én is be fogom mutatni, mert nekem is van egy pár ilyen dolga, amivel csináltam. Egy ilyen feszültségből csinálom a váltóáramú nagy feszültséget, amivel
a nagyfrekvenciás, meg a nagyfeszültségi csöveket lehet működtetni, tehát amit itt is látunk, majd látni fogjuk. Tehát tökéletesen elő tudjuk állítani. Hát hogyha én előtt tudtam, akkor ők meg várnám, mert sokkal jobban értettek hozzá. Eljutottunk a frigyládához. Nem tudom, sok embernek biztos, hogy egyből beütött, hogy ez micsoda. A frigyláda nagyon sok filmben is szerepel, szerepel a Bibliában is, sőt, a Biblia elmondja, hogy hogy is építették a frigyládát. Gondolom, sokan tudjuk, hogy hogy építették, és hogy mi lehet ez. A Biblia szerint a lelkeket tárolta, tehát a lelkek tárhelye volt, és nem szabadott kinyitni. Hogyha ha megnéztük ezeket az Indiana Jones filmeket, akkor ott azért elég jól ábrázolva volt a frigyládás filmjében. És valóban úgy is kellett működnie, ahogy ábrázolták a filmben, és miért? Azért, hogy egy tökéletes, nagy feszültségű kondenzátorról beszélünk. A frigyládát úgy építették a Biblia szerint, hogy fogták a fenyőfát, átitatták olajjal, és mindkét oldalára aranylemezeket raktak föl, helyeztek föl. Ha a modern időket megnézzük, a nagy feszültségű kondenzátor ugyanígy működik, tehát van két fegyverzet és van egy szigetelő rész benne, és minél nagyobb a feszültség, oda már olajat szoktunk betenni. Tehát átitatott anyagot, vagy csak sima olajat szoktunk betenni szigetelőnek. A nagy feszültségű kondenzátorról annyit kell tudni, hogy egy kicsit veszélyes dolog, mert még a tárolása is arról szól, hogy rövidre kell zárni mindkét fegyverzetet. Ha megnézzük a frigyládát, különböző frigyládákat, itt már látni is egyébként az árhát, az ívet, különböző frigyláda ábrázolások vannak, mert nem egy frigyláda létezik, hanem nagyon sok frigyláda létezik. Az egy dolog, hogy a Vatikánnál is el van rakva egy frigyláda, de több ponton a világban el vannak helyezve ezek a frigyládák, amik adóvevőként is és energiaközpontként is szerepeltek. Itt különböző módozatait látjuk. A frigyláda úgy építették, hogy a kerub madarak, tehát az egyik kerub a külső felületre volt hozzáépítve, a másik kerub a belső fegyverzethez volt. Ezáltal a kerubnak a két szárnya között potenciál különbség keletkezik, tehát hogyha föltöltődik ez a láda energiával, tehát a térből föltöltődik, akkor, amikor elér azt a küszöbb feszültséget, akkor át fog húzni. Ezáltal ív keletkezik, ezt hívták árhának, és az még hagyján, hogy ív keletkezik, de mivel már aranyból volt, ezért keletkezett egy érdekes anyag. Ezzel David Hudson foglalkozott, ez az úgynevezett orme anyag, a monoatomos pályán mozgó anyagok, iridium, ródium, és egyéb ilyen anyagok, a platina csoportnak a tagjai. Ezek az anyagokról azt kell tudni, hogy a DNS spirált, tehát a DNS-ét az emberi szervezetnek visszaállítja magorsó állapotába. Tehát megvan az örök ifjúság titka. Amikor Mózes vezette ki a csapatot, úgymond a sivatagból, akkor tudjuk nagyon jó, hogy több évig meneteltek. És valamilyen élelmiszerre volt szükségük. És azt mondták, hogy hát a Biblia írja, hogy mannát ettek, igaz? Tehát írja a Biblia. Mi is ez a manna? Ha utána nézünk, akkor rá fogunk jönni, János barátom megfejtette, hogy a maná az egy kérdő szó. Mi ez? Azt jelenti. Tehát akkor egyből megfejtettük, tehát mi ezt? Tehát kérdést tettek a sivatagban. Tehát azt mondták, amikor hullott, hogy maná, maná, mi ez? Ez azért érdekes, mert el vannak tévedve nagyon sokan, hogy manna készítő gép, meg egyéb dolgok, mannát ettek. Tehát most akkor, hogyha ez azt jelenti, hogy mi ez, mert kérdezték, hogy mi ez, egyébként egy ilyen hamuszürke anyagot ettek, amit a frigyládával lehetett előállítani, ezt az orma anyagot. Ez egy nagyon tápdús étel. Úgymond, hát egy ilyen könnyű étel, ami nem engedi a szervezetet
visszöregedni, és tápláló is. Sőt, nem engedi a betegségeket, hogy létrejön az emberi szervezetbe. Tehát egy nagyon hasznos anyag. Dolgozunk azon a János barátommal, hogy ezt az anyagot újra elő tudjuk állítani. Sajnos David Hudson, amit előállított anyagot, mivel nagyon sok rákos megbetegedést gyógyított, és nagyon sok ember gyógyított meg, rápirítottak, hogy hát ez így nem lesz jó. Hát akkor az emberek nem veszik a gyógyszert. Úgyhogy ha lehet, akkor ezt hagyja be ezt a kísérletet. Föl is gyújtották a laborját, tönkre is tették, meg is fenyegették, tehát annyira föl kellett higítani ezt az anyagot, hogy ne működjön már. De ha egy kicsit belegondolunk, mai napig is mondják azt, hogy az ezüst kolloid, arany kolloid, azok milyen egészséges dolgok. Sőt, be is viszik a szervezetbe ezeket a dolgokat. Hát az ezüstöt a mai napig is használjuk fertőtlenítésre például, tehát a lábgomba sprébe is ezüst adalék van. És hogyha belegondolunk, akkor régen mit csináltak? Ezüst korsóból ittak. Tehát fertőtlenítette a vizet. Menjünk tovább. Itt látni fogjuk, hogy egy hieroglifán itt a nagy feszültségű, ez a jet oszlop egyébként, a nagy feszültségű oszlopot hoztak létre. Itt, amit tanultunk fizikából, itt van egy sejem anyag. Itt mutatja is, hogy az illető dörzsöli, tehát elektrostatikusan föltölti a jet oszlopot. Itt most nincsen kinyitva, ez ketté nyílik, ez a felső rész, és egy ív keletkezik a nagy feszültség hatására. Ez miért volt érdekes? Ez azért volt érdekes, mert a nagy feszültsége sok mindent létre lehet hozni. Sőt, sokan mondják, hogy elektrostatika meg antigravitáció, ezek összefüggenek. Tehát akkor egyből kiderülhet, hogy a köveket oda lebegtették akkor az építmény helyére, és nem tolták 20-30-50-100-an. Ha itt ezt megnézzük, ez egy korabeli galvanizáló kád. Nagyon ügyesen van rajzolva, mutatja. Itt mutatja, hogy a vezetékek azok eljönnek minden ilyes kádba. Itt valahol kellene lennie, van ahol mutatja is az egyik képen, hogy citrom. Tehát tudjuk nagyon jó, hogy elemet létre tudunk hozni citromsavval, vagy ecetsavval, vagy lúggal. Tehát különböző fémeket tudtak rávinni az egyéb kegytárgyakra. Ez, amit itt látunk, hát ez egy, nem egy olyan öreg éves, csak 3000 éves nagyító lencse, vagy szemüvegbe való okuláré. Ha egy kicsit belegondolunk, hogy mikor is találták föl. Pár száz éve találták föl a nagyító lencsét, és nem 3000 évvel ezelőtt, akkor már valami nem stimmel. Ha ezt megnézzük, itt meg a röntgen felvételét is látjuk. Ezt egyébként egy krétai lelet kapcsán, Ankütőjére a szigeten találták, és egy tökéletes fogaskerék rendszer több dimenzióba, tehát még mögötte is vannak, itt lehet látni a röntgen felvételen. Ez is több ezer éves. Hát erről nem beszélve, hogy csak 20-100 millió éves kalapácsról beszélünk, tehát már a fém is meg van kövülve, a fa is. 100 millió éves, hány év élünk a Földön? Valami nem stimmel, valami nagyon nem stimmel. És hogy szokták, tehát a C17 felezés időjéből számolják ki. Erről ez azért érdekes, ez a lelet, mert annyira tiszta alumínium, tehát nyomokban találtak benne magnéziumot, de több mint 90%-ban, tehát annyira tiszta alumíniumból készült, és nagyon hasonlít egy űrhajónak a talpához, amikor leereszkedik. Itt lehet is látni, hogy itt egy rúdnak kellett lennie. Ezt egy bányában találták. Jó, ez csak 250 ezer éves, tehát nem olyan öreg, mint a többi lelet. Amit most mutatni fogok, ez azért érdekes, mert ez a tárgy, ez nagyon hasonlít a Csillagok háborújából levő Falconra. Ez egy űrhajó, ami meg van kövesedve.
Hát tehát akkor ez azt jelenti, hogy nagyon régi űrhajó. Hát igen, csak amikor a tenger alatt járóval vagy hajóval elmennek fölötte, akkor minden információ közlő berendezés csöndbe marad. Tehát nem szolgáltat információt, nem lehet rádiózni vele, nem lehet továbbítani információkat, nem működik semmilyen elektromos berendezés, tehát lehet, hogy meg van kövülve, de még mindig működik. Vagy az a védekező rendszere működik még a mai napig is. Itt lehet látni egyébként, hogy a csúszás nyoma a tenger alján, és itt van a Falcon, ami a csillagok háborújában. Tehát minő véletlen, tehát jól meg lehet nézni, még ezt a rést is itt megláthatjuk benne. Itt a rés. Tökéletesen működik. Tehát ez most vagy a véletlen, de azt szokták mondani, hogy a véletlen a hülyék kapaszkodója. Tehát vagy valaki meg akart minket tréfálni, és kőből elkészítette. Tehát jó pár évig dolgozhatott rajta. Nagyon sok olyan kapcsolatteremtéskor, amikor idegen lényel kapcsolatot teremtünk, sokan mondják azt, hogy hogy szállították őket az űrhajóba. Tehát antigravitációval. Sőt, azt szokták mondani, hogy egy fénynyaláb bejött a szobába, és a fénynyaláb elvitte őt erre a szállítóeszközre, de a falon keresztül. Ez gyakorlatilag egy teleportálási fajta. Ezt nagyjából így lehet elképzelni, hogy a fénynyalábbal való teleportálás. Hát itt már egy kísérletező hajlamú UFO-t láthatunk, aki a tehénre kíváncsi. De egyébként ez csak a vicc része volt. Ha azt nézzük, hogy energia, az űrhajón is szükség van energiára. Tehát valahogy elő kell állítani az energiát. Ezt azért raktam be ezt a képet, mert biztos sokan felismerték ezt a film részletet. Ez egy nagyon régi film egyébként. Hirtelen most sajnos elnézést kérek, nem jut eszembe a neve. De még a mai napig is játsszák ezt a filmsorozatot. Azt tudni kell, hogy mivel hogy minden információ rezgési információ, tehát ami itt a térben van, tehát a morfogenetikus mezőben, ami van információ, ez mindenkinek a gondolata jelen van. Erről azt kell tudni, hogy ez azért érdekes, mert nincsen távolság. Tehát ennél a rezgési fajtánál, tehát a gondolatnál, az egy olyan hullámfajta, aminél nem mérhető távolság és idő, tehát kommunikációs idő. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha tegyük föl, valaki fönt van a Holdon, vagy a Mariana-árokba, és gondol valamire, tehát vannak olyan emberek, akik szenzitívek, eléggé szenzitívek, ugyanabban a pillanatban fog eljutni az információ hozzá a Holdra is, a Mariana-árokba is, vagy a Marsra, vagy a világ másik oldalára. Ezért nagyon nehéz azt megmondani, hogy mindenkivel előfordult, én biztos vagyok benne, hogy mindenkivel előfordult, hogy csörög a telefon, ó, ez a Péter lesz. És már hetek óta nem beszélt a Péter barátjával, ránéz, és tényleg a Péter. Na most kérdés az, hogy most ő gondolta Péterre, hogy hívja föl, vagy a Péter gondolt rá, hogy fölhívja. Tehát ezt gyakorlatilag nem lehet megállapítani, mert ugyanabban a pillanatban ez a hullámfajta ott van mindenkinél. Tehát ezért érdekes az a gondolatátvitel. Erre nagyon sokféle vizsgálatot csináltak. Nem tudom, hogy hallották-e például a nyulas meg a csirkés vizsgálatot, hogy elvitték a kisnyulakat, és az anyanyulat itt hagyták, a kisnyulakat levitték a Mariana-árokba, meg a Holdra, a csirkével ugyanezt megcsinálták, és amikor sajnos a kicsinyét megölték, jelzett az anya. Tehát ugyanabban a pillanatban jelzett. Tehát nagyon sok mérést csináltak ebben kapcsolatban, ezzel a hullámfajtával. Ez lesz majd szerintem a jövő kommunikációs eszköze, mert itt úgymond akkor nincsen olyan, hogy időcsúszás vagy bármi, vagy mint a rádiótelefonnál biztos, hogy észrevettük már, hogyha például a tévénél is vannak azok, hogyha átjátszadón keresztül megy, akkor időbeli elcsúszás van. A rádiótelefonnál is egyébként ez így van, meg lassabban megy, mint ez az információs rezgés. Tehát van az energia központ. Akkor még mire van szükség egy ilyen űrhajós vagy sci-fi dolognál? A teleportálásra.
A teleportálás azért érdekes, mert csak molekulákat tudtak teleportálni eddig, holott vannak olyan felvételek, amikor ember embert teleportált. Ez a YouTube-on is majd megfigyelhető. Itt egyébként 89%-os átviteli arányt értek el a tudósok, és csak molekuláról beszélünk. Viszont nézzük meg a következő felvételt. Tehát a kvantum teleportál nagyjából így néz ki az összeállítása, és elméletileg most fog majd jönni. Itt lehet látni, hogy egy baleset elkerülése, egyébként még erre is ezt mondom, hogy mindenki képes rá, csak nem tudjuk, mert ebbe a testbe vagyunk bezárva, és nagyon sok információnkat letiltották. Tehát amikor biztos hallottak arról, hogy mesterek materializálnak. Tehát a teleportáció, materializáció, a gyógyítás, az mind egy és ugyanaz, mindenki képes rá. Tehát ezt jegyezzük meg, minden ember képes rá. Sajnos az is bizonyíték, hogy a betegségeket is, azokat is mi saját magunk materializáljuk az emberi szervezetbe. De mi tudjuk megszüntetni is, tehát hála Istennek rendelkezünk avval a tudással, hogy mi szüntetjük meg a betegséget. Az egy dolog, hogy most valakinek a segítségével, tehát úgy ért, hogy van valaki, aki természetgyógyász, vagy spirituális vonalon, vagy bármilyen más vonalon, de úgymond azt a kapcsolót átbillenti a szervezetünkben, és mi saját magunk fogunk egyébként meggyógyulni, és képesek vagyunk rá. Ezt jó, hogyha megjegyezzük. Egyébként itt lehet látni, hogy a baleset keletkezett volna, ráadásul nem csak emberi szervezetet, hanem magát a kerékpárt is átteleportálta. A hőkamarás felvételen egyébként lehet látni, hogy fölmelegedett az a terület is. Tehát itt lehet látni egyébként, hogy fölmelegszik a terület, és pár pillanat alatt ezt a tárgyat az illetővel együtt átteleportálta. Itt még lehet látni a kamera felvételen, hogy itt még más hőmérsékletű. És ha jól megnézzük, nincs 10 másodperc. Sőt, szerintem ez 10 másodperc. Tehát élő bizonyítéka van arra, hogy képesek vagyunk teleportálni. Természetesen sajnos még nem mindenki tudja, holott mindenki tudja, csak még nincs átbillentve az a kapcsoló a szervezetünkbe. Menjünk tovább. Itt képkockánként fogjuk látni. Ide jött az illető, és már áthozta ide. Nagyon érdekes egyébként a felvétel. Ez 2012-es, ezt a YouTube-on is meg lehet látni. A filmet is egyébként, az egész kamera felvétel föl van rakva a YouTube-ra. És eljutottunk a philadelphiai kísérletre. Ez Teslának köszönhető egyébként. Tehát a nagyjaink is képesek voltak teleportálni elektronikával. Tehát a Tesla nem csak a Tesla lemezjátszó. Nem tudom, hogy tudják-e itt a jelenlévők, hogy Teslának mi mindent köszönhetünk. Tehát nem csak a, úgymond a Tesla lemezjátszó az már úgymond a nevét ragadták ki, de egyébként mindenféle kommunikációs dolgot neki köszönhetünk, tehát még a Wi-Fi-t is ő találta ki. A távirányítót, ő csinált egy távirányítós hajót. Wi-Fi átjátszó berendezést, akkor a teleportálásnak nagy részét, a mágnesesség, a generátor, a motor, a háromfázisú motor, és ami nagyon fontos, amit minden nap használunk, az a váltakozó feszültség. Én meg kitaláltam a spiráláramot, és úgy néz ki, hogy megveri a váltóáramot, majd be fogom mutatni, hogy mire merem ezt alapozni. Tehát az én áramomról kevesebbet fogyasztanak a fogyasztók. Ezt majd be fogom mutatni egyébként. Úgyhogy elnézést azért a nagy képviselő. A Tesla-nál van a vezeték nélküli. Az információközlés is így van. Hát a Wi-Fi is, tehát a wireless vonaltól kezdve a távirányítóik, ez mind vezeték nélküli. Sőt, a vezeték nélküli energia átvitelt is. Sokan mondják, hogy volt neki egy autója, amiből kihúzott két antennát, várt egy kicsit 15-20 percet, és azt mondta, most már föltöltődött, és mehetünk vele, és hangtalanul suhant a villanyautójával. Na most
Ebben egy kicsit kétségeim vannak. Igaz, hogy már több mint 30 éve kutatom úgymond a tértechnológiát, abból vannak a találmányaim nagy része, tehát amit elértem eredményeket ebből a kutatásból, azokat beleintegráltam a találmányokba, de ezt kell mondanom, hogy sajnos én még nem láttam örök mozgót, holott ezt kutatom már nagyon régóta. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy van. Tehát létezik, biztos vagyok benne, csak idő kell, hogy megtaláljam én is, de dolgozom rajta ezerrel. Örök mozgót nem csináltam, de energiacsökkentő berendezésnek sikerült építenem. Tehát eljutottunk a Philadelphia kísérlethez. Itt ebben azt kell tudni, hogy hatalmas, nagy vasanyag mennyiséget kellett átteleportálni egyik oldalról a másik oldalra, tehát A pontból B pontba. Ezt nagyon nagy energiával lehetett elérni, amit különböző hajókra elhelyezett generátorokról szolgáltattak, és sikerült ez a kísérlet. Az egy dolog, hogy molekulát próbálunk egyik pontból a másikba átvinni. Annak van egy bizonyos tömege. De amikor akkora anyagsűrűséget és anyagot és emberi DNS-t próbálnánk átvinni, sőt láthatatlanná tenni, mert itt ez a kísérlet arról szólt egyébként, hogy láthatatlanná tegyék az ellenség számára, de annyira jól sikerült, hogy annyira láthatatlan volt, hogy máshol megjelent ez a hatalmas hajó. Erről elég sokat lehetett olvasni újságcikkekben. Ő az a bizonyos hajó, amit teleportáltak, és gyönyörű zöld fény övezte. Egyébként ez a felvétel, ez azt mutatja, amikor nagy erős mágneses tér van, akkor úgymond elkezd mozogni a tárgy, sőt olyan, mintha molekuláira hullana szét. Ezt nagyon sok filmben is szokták így ábrázolni, de ez az életben is így nézett ki. Megjelenik a nagy feszültségű ív, és utána egy zöld fény és nagy feszültségű ív veszi körül. Egy ilyen gyönyörű zöld fényt láttak a hajó körül, és megjelent a szárazföldön a hajó. Teljesen máshol. Ugyanabban az időben. Tehát ez azért érdekes, olyan, mint hogyha egyszerre két helyen lett volna. Itt lehet látni, amit észrevettek a másik hajóról. Mindjárt jön a zöld fény, és láthatatlanná válik a hajó. Eltűnt, és megjelent egy másik helyen. Na most, amikor lekapcsolták a rendszert, és úgymond minden rendeződött, akkor sajnos nem minden rendeződött, mert itt lehet látni, hogy a fémmel egybe vannak olvadva az emberi szervek is, tehát sajnos nagyon sokan meghaltak, sőt, én úgy tudom, hogy mindenki meghalt. Egyedül, aki lent volt a hajónak a motor részébe, ott nagyon nagy fémek vannak és árnyoklások, az a mágnesességet valamilyen szinten árnyékolta, és ő élte túl ezt a balesetet, mert ezt sajnos balesetnek kell mondani, de ő is aztán meghalt. Arra panaszkodtak egyébként a katonák, hogy émelygés, rosszul lét, meg ilyen dolgok. Ez az erős mágneses tér hatására, ez megfigyelhető a mai napig is. Tehát adótornyoknál is megfigyelhető. Sőt, hogyha a rádiótelefonnal telefonálunk, nem tudom, én elég érzékeny vagyok rá, én egyből érzem a fejem részén is, de ezzel biztos, hogy sokan vagyunk így. Eljutottunk oda, hogy ezeket az űrhajókat valamivel működtetni is kell. Megépítették a legnagyobb teljesítményű ionhajtóművet, amit mindjárt látni fogunk. Elérték a 200 kW-os határt egyébként. Ez nagyjából így néz ki. Én sőt, mai nap olvastam, hogy létre sikerült hozni egy újfajta hajtóművet, ami igaz, hogy nagyon pici tolóerőt, tehát ilyen mikrogram tolóerőt produkál és mágnesességgel értékel, de a lényeg az, hogy aki kitalálta, azt sajnos így kell mondanom egyszerűséggel, hogy hülyének nézték a tudósok, holott ő is tudós volt, és a NASA-nál kutatott, kilépett, és rá 30 év múlva megalkott ezt a térhajtóművet. Bebizonyította, megépítették, a kínaiak építették meg először egyébként,
bebizonyították, hogy működik. Igaz, hogy mikrogram toróerő produkál, utána az, hogy elhiggye a NASA, ő is megépítette, ő is bebizonyította, hogy tényleg működik. És a nap energiájával. Tehát igaz, hogy pici a toróerő, de hogyha mindig összeadjuk ezt a sok kicsit, akkor el lehet jutni A pontból, B pontba. De szerintem nem ez a megoldása az űrhajó hajtásánál. Így néz ki élőben ez a hajtómű. Nem mondom azt, hogy nem veszélyes. Viszont sokkal egyszerűbb utazási módunk is van, amikor a teret meghajlítjuk. Tehát nem fosszilis energiával működő, vagy üzemanyagcellával működő, vagy elektronossággal működő meghajtóművet építünk, hanem térhajlítást eszközölünk, mert akkor pillanatok alatt ott lehetünk azon a másik ponton, amit kiszemelünk. Sajnos még ilyet nem láttam, de szeretnék. Itt egy-két kép. Akkor vannak a spontán féregjáratok, és elméletileg létre lehet hozni féregjáratot, ugyanúgy, mint a térhajlításnál. Ezt elektromossággal, nagyon erős mágneses térrel szokták mondani, hogy avval létre lehet hozni. Nekem egyetlen egyszer sikerült egy nagyon érdekes dolgot létrehoznom, majd arról is mesélek. János barátom, a Magyar UFO Szövetség elnöke, Kalmár Jancsi, ő meg is írta a könyvébe, az Élet fénye című könyvébe, le is írta ezt, amit én tapasztaltam. Én akkor bevallom őszintén megfogadtam, hogy soha többet nem fogok elektromossággal foglalkozni, és eltelt azóta szerintem vagy 15-20 év, és mégis avval foglalkozom. Beszeretném majd bizonyítani, azt szeretném fölvenni filmre ezt az egészet, amit sikerült létrehoznom plazmával, és hogy más is élj át azt, amit én, mert nagyon, hát mondhatnám azt, hogy csodálatos élmény volt, de volt nem csodálatos élmény része is, de majd beszélek róla, ha akarják. Itt egyébként a térugrás folyamata látható. Eljutottunk a kis szürkékhez, a lényekhez. Ez azért is érdekes, mert elég sokfajta kis szürke létezik. Vannak egyébként a nagy szürkék is. A kis szürkék azok kicsit veszélyesebbek, mert kísérletező típusúak. De azért van itt a kép, mivel hogy mi minden találmány származik tőlük. Itt már úgymond egy kicsit preparált szürke látható, és hogyha jól megnézzük ezt a részt, ha itt visszalépek, itt lehet látni, ami az íriszt fedi, ez gyakorlatilag egy olyan réteg, amit mi infrakamera elé teszünk. Itt egy másik boncolás látható, de mi is létezünk ebben a technológiával, az éjjel látó eszközök, és a szűrőlencse, gyakorlatilag neki élőben van rajta, mi meg megoldottuk, hogy egy kis toldalékkal tudjuk használni. Tehát, hogyha tudjuk, hogy mit keresünk, akkor sokkal könnyebb kitalálni. Biztos észrevették már, hogy a távirányítót, hogyha odafordítom a tévéhez, távirányítót, nem látok semmit. Viszont, hogyha a rádiótelefon vagy a fényképezőgépnek az optikájára fordítom, és akkor nyomom meg a gombot, akkor látom, hogy villog benne az infraled. Ezzel egyértelműen kiderül az, hogy a mi szemünk nagyon kicsi spektrumba lát. Tehát jó van, tágabb spektrumok vannak, amik észlelhetők az emberi szervezet számára. Tehát az nem jelenti azt, hogy nem tudjuk, vagy nem látjuk, hogy attól az még nincsen. Tehát kipróbálhatja mindenki otthon, hogy fogja a telefonjának a kameráját, vagy egy fényképezőgép felé fordítja a távirányítót, megnyomja a gombot, tökéletesen lehet látni a villogást egyébként. Tehát az infraled működik, infrafényt bocsájt ki. Tehát eljutottunk ahhoz, hogy ami a kis szürkének is volt, az éjjel látó hártyája, ezt mi megoldottuk kamerával, és így lehet látni a éjjel. Ezt most már hál' Istennek beépítik, sajnos csak drágább kategóriájú gépkocsikba, de lehet látni, hogy milyen jól kivehető minden, tehát az éjszakai üzemmódú látásban sokkal biztonságosabban lehet közlekedni. Itt jól látható, tehát itt az emberek alig vagy nem vehető észre, itt meg tökéletesen észrevehetőek. Eljutottunk a hőkameráig. A hőkamera ugyanúgy, tehát hogyha megnézzük, tehát ebben azt akartam mondani, hogy az életben is léteznek ezek a találmányok.
Nem tudom, hogy tudják-e, hogy úgymond a hőkamerával ki lát, vagy milyen állat lát, úgy, mint a hőkamera. A kígyó. A kígyó az például úgy tájékozódik, tehát ő látja az egérnek a hőtérképét, és ő azt követi. Eljutottunk a úgymond a tépőzárig, azt is egyébként az idegenektől kaptuk, de a Földön is megtalálhatjuk ennek az atyját, úgymond. Így néz ki, kinagyítva a tépőzár, és a bogáncs. Biztos, amikor kicsik voltunk, akkor szórakoztunk vele, de amikor kirándulunk, akkor is észreveszünk, hogy a ruhánkra rátapad a bogáncs. Tehát lehet látni, hogy az életben is szerepelnek ezek a találmányok, úgymond. Eljutottunk a csippekig. Ez azért érdekes, itt a képen nagyon profi orosz csip látható, viszont a mai kultúrában, hogyha megnézzük ezeket az ábrázolásokat, teljesen úgy néz ki, minthogyha egy processzor lenne. Tehát lehet, hogy ez nem véletlen. Eljutottunk a mai kor izzójához. Ez a kép azért van benne, tehát hogyha a világításról beszélünk, mert akkor is ott világítani kellett, ez egy több mint 100 éves izzó. Igaz, hogy ennek még a Wolfram szár helyett lószőr szál van, elszenesedett lószőr szál, tehát az első izzókat így csinálták. Ezt egy kamera figyelőként az interneten megfigyelhető a mai napig ez az izzó. Több mint 100 éves most már, és folyamatosan világít. Sajnos a fogyasztó társadalom elérte azt, hogy 1000 órás ciklust érjenek el a normál izzók, tehát most már sajnos az eszközeink a fogyasztó társadalomra készülnek, hogy minél előbb menjenek tönkre, vagy úgymond a garancia lejártáig működjenek. Tehát itt látom közelebbről, egyébként egy tűzoltóságon van ez az izzó, elfelejtették lekapcsolni, meg kicserélni, és ezért ott maradt a sarokba, és azóta működik folyamatosan. Eljutottunk oda, hogy valami jobbat kéne kitalálni, mint az izzó, tehát világítási eszközt. Hát vannak különböző alternatívák, tehát vagy ez a fajta, vagy a Szent János bogarakat befogjuk, vagy eljutottunk a modern LED technológiáig. Tehát a normál izzó, Wolfram szálas izzó, az most már kiöregedett, és helyette bejöttek a kompakt izzók, de már azok is kiöregedettek. Egyébként nem tudom, hogy tudják, hogy hogy működik. Tehát ugyanúgy, mint a normál Wolfram szálas izzóban van egy Wolfram szál a fénycsöveknél, fluoreszens porral van bevonva belülről, és az elektron becsapódása lumineszencia, tehát fénykor van, és lumineszenciát hoz létre, tehát fénnyel válaszol. Majd be fogom mutatni, mert elhoztam berendezést, hogy hogy is működik ez életben. Csináltam egy olyan készéket, ami sokkal jobb hatásfokkal működik, mint az eddigi világító testek. Itt lehet látni egy normál izzó közel, kiégett izzóba egy plazmagömböt hozok létre. Itt egy repülőtéri fénycső, sugárzó fénycső, azt működtetem ebben a plazmával, az is működik. 3/10 watt bevitt teljesítménnyel tudom működtetni. Különböző fényforrásokat hoztam létre, 3/10 watttal működtettem. Mi a probléma úgymond a modernkor fénycsöves izzójával? Az a probléma, hogy sajnos az embereknek a szeme már nem látja a villogást, viszont az agy felfogja. Tehát az általános iskolában, amikor lecserélték a normál izzókat fénycsövekre, akkor észrevették azt, hogy a gyerekek sokkal fáradékonyabbak. Ez sajnos most is megtapasztalható, de hála Istennek most már úgymond a kapcsolőüzemű elektronikákat is létrehozták, amik már magasabb frekvencián működnek, mint az 50 Hz. Ezáltal nagyobb fényteljesítményt bocsájtanak ki, és már nem fáj a fej. Tehát mi, hogy a szem már nem vett észre a villogást, viszont az agy meg mindig érzékelte, tehát mindig lekötötte az agyat, tehát elvonta a figyelmet, és fejfájást okozott. Amit én csináltam, az 30-40%-kal jobb hatások, mint az eddigiek. Egyszerre két fénycső is működtethető egy elektronikáról. Itt még egy rilányka koromban látható vagyok.
Tehát annyira friss ez a találmány, hogy a legelső részét, hiszem 79-ben csináltam, meg az első készüléket, azóta nem sikerült gyártásba vinnem. És azóta mondják, hogy ez nem találmány. Itt azt lehet látni, hogy összehasonlítottam hagyományos technológiával, teljesen más az enyémnek a úgymond a leadott fény teljesítménye, lehet látni, hogy sokkal magasabb fénnyel világít, kevesebbet fogyaszt, sokkal nagyobb fény teljesítménye van, és kisebb a felszíni hőmérséklete. Tehát egy csomó előnnyel jár, tehát ezért nem találmány. Itt egy kiállításon volt a berendezésem, ezek a modernkori energiatakarékos fénycsövek, és az enyém 30-40%-kal nagyobb fényteljesítményt és minimum 10-szeres idő intervallumot tud. Hát igazából ez csak egy sac per kávé, de mert nem is ennyi, hanem amíg el nem törik a cső, addig világít. Tehát akár 100 000 üzemórát is kibír. A LED technológia egyébként nem bír ki, azok mesterséges öregítéssel vannak csinálva. Eddig az összes LED technológiát megvertem a készülékemmel, majd be fogom mutatni. Itt ez egy tévéfelvétel volt a mobil áramforrásomról. Azt is szabadalmaztattam, most se találmány, azt mondták. Itt ez 2005-ös konferencián volt, ott mutattam be, és így néz ki, amit elhoztam, készüléket, majd meg fogom mutatni, hogy milyen fényteljesítménnyel rendelkezik. Eljutottunk ahhoz, mi, hogy energiáról beszéltünk, hogy hát az elem, elemnek az őse, mindenki ismeri az elemet, a mai napig is így csináljuk egyébként az elemet, durván így néz ki. A mai napig működik egyébként a bagdadi elem, nem úgy, mint amit megveszünk a boltba, és pár hét alatt vagy pár hónap alatt kimerül. Viszont mi is csinálhatunk egyszerű elemet otthon, krumpliból. Tehát ha a feleség elküldje a férjét krumplira, akkor már tudjuk, hogy akkumulátort hogy lehet csinálni. De láthatjuk egyébként, hogy az LCD kijelzős óra tökéletesen működik róla. Ez több pénzérme, krumpli és egy kis izzó világít róla. Azt mondták, hogy hát nagyobb feszültséget hozzunk létre, kössük össze a sok krumplit. Kipróbálták, és pár száz darab krumpli hatására a LED lámpa, 220 voltos LED lámpa világít. Tehát 220 voltot is elő lehet állítani. Eljutottunk az akkumulátorhoz. Én azért adtam ezt a címet, hogy a múltja vagy jövője, mert mindenki már úgymond a múltba kívánja az ólomakkumulátort. Holott sokan nem tudják, hogy a mai napig is a legnagyobb a hatásfok az ólomakkumulátornak, és hát nem a hatásfok, de a hatásfoknak mondhatom, viszont az 1 kg-ban eltárolt energia eléggé karcsú a mostani modern akkumulátorokhoz képest. Ezt úgy lehet összehasonlítani, hogy 1 kg ólom akkumulátorban eltárolt energia mennyisége az olyan durván 80-100 wattóra. Tehát kilogrammonként 80-100 wattórát lehet eltárolni. A modernebb akkumulátorokat, hogyha megnézzük, például nikkel-kadmium, ott már több mint 200-250-et, és eljutottunk a telefon akkumulátorához. Azért alkalmazzák a telefonokban, mert 1 kg-ban több mint 300-350 wattórát lehet eltárolni. 1 kg lítium akkumulátorban. Igen, csak van egy kis probléma. Amíg az ólomakkumulátor nem olyan veszélyes, holott ólom van benne, és hát sokan meghaltak már ólommérgezésben, pláne hogyha puskából jött, az tény, hogy a lítium még veszélyesebb. Tehát jó, hogyha tudjuk, hogy az, ami a telefonunkban van, az, ami a számítógépeinkben van, sőt, modern villanyautónkban, az a lítium bázisú akkumulátor, tehát a LiFePO például, lítium-ferropolimer, vagy lítium-vasfoszfát, oxigénnel érintkezve öngyulladást okoz. Tehát ezt sokan nem tudják, és a kisebb gyerekek meg még tűzbe is dobják ezt az akkumulátort, ami annyira mérgező, hogy idegméreg, tehát a lítium, hogyha kifolyik az akkumulátorból, a bőrön keresztül idegméreg egyébként, tehát halált is okozhat, ezért nagyon veszélyes. Sajnos már történtek balesetek a lítium akkumulátorral kapcsolatban,
Én igazából nem is ezért foglalkoztam tovább az ólom akkumulátorral, hanem azért, mert a lítium akkumulátornak a hatásoka 72-74%, addig az ólomé 82-84%. És én kitaláltam egy újfajta ólom akkumulátort, tehát mondtam, hogy a hagyományos ólom akkumulátorban, ami a gépkocsiban van, 80-100 wattóra per kilogramm, az én ólom akkumulátoromban több mint 1000 wattóra per kilogrammot lehet tárolni. Itt pár darab akkumulátor látható, fel van sorolva, hogy hány százalék hatások, milyen teljesítmény, milyen energiasűrűséggel rendelkezik, és ciklusszámmal. Itt láthatjuk egyébként az ólomsavas akkumulátort, ahol a kapocs feszültségét egyből látjuk, hogy 2,1 volt. Például itt van, ez még egy régebbi, mert 60, hát, hogyha kilogramra levetítjük, 30-40 wattóra per kilogrammot írtak. Ezek a tényleg a régi ólomakkumulátorok, de a jobb minőség ólomakkumulátorban már 80-100 wattórát lehet tárolni. Itt lehet látni valahol a LiFePO, tehát a lítium-ferropolimert. Itt nézzük meg, háromszoros energiasűrűséggel rendelkezik, ami nem semmi. Viszont a hatásoka meg rosszabb. Hát 59-ben plán kezdett csinálni az ólomsavas akkumulátort, ami kezdetben így nézett ki, üvegbúrában volt, mai napig is működik, 10% kénsavat tartalmazott. Ez is egy ősrégi, 100 éves ólomakkumulátor, és már itt is 80 wattóra energiát tudott tárolni 1 kg-ban, és elmeteg eljutunk az enyémhez, ahol több mint 1000-1500 wattóra per kilogrammot lehet majd tárolni. Sajnos a mai napig nem tudtam még legyártani. Már nem kell olyan sok pénz hozzá, már csak 100 millió forint, úgyhogy nem egy nagy pénzmennyiség. De akkor biztos, hogy mindent überelni fog. Tehát kiüti majd az akkumulátorokat helyére. Ezt 2008-ban patentáltam egyébként, amit nem fogadtak el. De a kínaiak már írták egyébként, hogy kezdjük megfejteni az új akkumulátor titkát. Ezt írták az akkumulátoromról. De azért nem mindent írok le én se a szabadalmakba, bevallom őszintén. És van még egy ütőkártya hozzá, a CSP konverter, ami miatt ezt a teljesítményt tudja. Majd ezt is be fogom mutatni. Itt egy papír akkumulátort látunk. Egy kis kínai hölgy mutatja a működését, és egy kis elektromotor működik róla. Tehát már létezik papír, egy másik fajta papír akkumulátor. Ez a úgymond a legvékonyabb papír akkumulátor. És eljutottunk oda, hogy a világban ezek az energiák mivel állítjuk elő, és mi hány százalékban uralja a világot. És hogyha jól megnézzük, ezt azért is tettem be ezt a diagramot, hogy mit nem látunk? Milyen energiát nem látunk itten? Ha jól megnézzük. A napenergiát. Ezért gondoltam, hogy megcsinálom a napelemes cserepet. Ezt 2004-ben csináltam egyébként a napelemes cserepemet. De érdekes módon pedig 2020. Tehát, hogy mit irányoznak elő, sehol nem látni a napot. Holott hatalmas energia van a napban. Itt az atomerőművek. Több mint 43 atomerőmű van a Földön. Itt azt látjuk. Azért gondoltam, hogy ezeket berakom, mert nagyon sokan nem tudják egyébként, hogy állunk a világba, atomerőművek, meg hogy állnak az országok velünk. Például Franciaországban több mint 30 erőmű van. De a reaktorok száma 59 például. Mi hála Istennek itt fúlogunk, ezért most nagyon is forszírozzák az új atomerőművenket, igaz? Majd akkor mutatok róla egy-két képet, hogy miért nem jó ez. Ez az árammennyiség megtermelése, de ezek nem lényeg. Ez az, hogy mennyit szeretnének építeni, tehát terv alatt mennyi van. Akkor ez az, hogy mennyire befolyásolja az országot, az az erőmű, tehát az atomerőmű, nézzük meg, Litvánia, Franciaországot milyen nagy mértékben befolyásolja, és sajnos Magyarországot is.
Egyébként több mint 40% energiát Magyarországon atomerőművel állítunk elő, sajnos. Holott hatalmas energiát tudnánk előállítani napelemmel. Eljutottunk a paksi erőműhöz egyébként, a 440 megawattos blokkhoz, és én úgy tudom, hogy kettőt akarnak, tehát kettő darab 220 megawattost akarnak majd, de itt ez a lényeg, hogy azt mondták 2010-ben, hogy 2000 milliárd forintba fog kerülni. Az országgyűlés megszavazta 3000 milliárdot. De ugye tudjuk, hogy nem itt tartunk, már 8000 milliárdnál tartunk. De milyen érdekesen fölment, nem? Tehát 2000-ről 8000. Sajnos úgy tartunk, hogy már több mint 8000 milliárdról beszélünk, de ezt sajnos tudjuk, hogy a politika meg egyéb dolgok szólnak bele, de nem adjuk föl, hajrá napelem. Egy tanulmány szerint egyébként itt lehet látni, hogy a becsült értéke, és tehát hogy mennyibe fog kerülni az erőmű, és a tényleges bekerülési költség valahogy nem ugyanaz. Tehát sajnos ez nálunk is kijött, hogy 2000 milliárdra mondták, és most már több mint 8000 milliárd. A márciusi konferencián pont erről tartottam, hogy Paks kontra napelemes cserép címmel tartottam előadást. Idén most novemberben nem is akarják, hogy előadást tartsak lent a színházteremben. Nem tudom miért. Pedig mindent alátámasztottam, és sajnos igazán volt, egyiket állva tapsoltak a konferencián. Azt kiszámítottátok ugye, hogy hány napelemes cserép válthatja ki a Paksot? Így van, 500 ezer családi ház tetejével ki tudom váltani Paksot. Tehát ez a Paks 2, ami most fog épülni, 500 ezer családi ház tetejével. Most ez a szám lehet, hogy nem mond sokat, több mint 2,5 millió családi ház van Magyarországon. 2,5 millió és csak 500 ezer családi ház teteje kellene. 100 négyzetméteres alapterülettel számolva, az durván olyan 200 négyzetméter tetőfelületet jelent. De majd arról is lesz egy-két kép. Itt ez azért volt érdekes, mert ha elgondoljuk, hogy másodpercenként 100 köbméter víz átlagosan 8 fokkal emelkedik, akkor ez egy nem kismértékben való beavatkozás, igaz a természetbe. 100 köbméter másodpercenként, tehát azt mondjuk, hogy 100 köbméter 8 fokkal emelkedett a Duna vízminősége. És a vízminősége közben hogy változik? Na hát igen, hogyha azt mondjuk, hogy a rezgés információ, és a víz viszi a legjobban a rezgés információt, és az emberi szervezet 73%-a vízből áll, akkor egy kicsit el kell gondolkodnunk ezen, hogy mennyire jó ez nekünk, vagy nem. És itt most látni fogjuk majd egy-két képen, hogy mi a probléma vele. Egyébként nagyjából így néz ki, hogy hogy állítják elő, turbinákat hajt meg, hogy jön létre az elektromosság. Viszont ami nagyon nagy probléma, hogy a hulladékot el kell tárolni. Tehát ezzel soha nem számolnak. De hála Istennek van rá pénz, úgyhogy ásunk nagy gödröket, berakjuk a hulladékot, sőt, kitalálták azt, hogy fölöljük a napba, majd ott elanihilál, meg egyéb dolgok, aminek van is alapja egyébként, mert a plazmával én anihiláltam el anyagot, tehát amikor még a sugárzó anyagot is elanihiláljuk, csak kérdés, hogy akkor most átmegy egy másik dimenzióba, vagy itt marad-e, vagy mi lesz vele, tehát ezek még az kutatások. Itt lehet látni, hogy mekkora összegeket költöttek, úgymond a hulladéktárolásra. Nem pici összegekről beszélünk. Tehát itt el lehet olvasni, hogy 200 milliárd forintról beszélünk. És eljutottunk oda, hogy Magyarországon a megújuló energiaforrások. Eddig úgy volt, hogy durván olyan 3,5-4% Magyarországon a megújuló energiaforrás. És az lett mondva, hogy 2020-ra el fogjuk érni, kedvezényt kaptunk, 17%-ot, elméletileg 20-at kellett volna, de 17%-ot mondtak, hogy 17%-ot kell majd elérni Magyarországnak, majd 2020-ra, és nézzük meg, napenergia 3% van. Elég szomorú.
pedig nagyon erősek vagyunk napenergiában is. Nem céloznak a napelemes cserépre, de erősek vagyunk. Ha megnézzük a energiaszektort Magyarországon, egyből látni lehet, hogy 38%-ot tesz ki a lakosság. Tehát nem az ipar meg egyéb dolgok, a legnagyobb számban a lakosság százalékban. Tehát a mi családi házunkra, hogyha föltennénk a rendszert, akkor egy nagyon nagy terhet vennénk le az erőművek válláról is, meg a saját magunk válláról, mert akkor a rózsaszín meg sárga csekkek egy kicsit csökkenhetnének. Mert én azt találtam ki, hogy mindenki a tetőfelületét odaadja az államnak, és az állam azt mondja, hogy nem paksi atomerőművet építünk, hanem kibéreljük az emberektől a tetőfelületet. Idézőjelbe béreljük ki, tehát felruházzuk a családi házakat napelemes cseréppel. És amit nem fogyaszt el, az betermeli a hálózatba. Csak túl sok energia lett volna így a Magyarországon. A te cseréped napelemes működtető mennyivel jobb, mint amiket most szerelnek fel közintézményekre, egy párat látok, de most mintha megindult volna. Mi a különbség közötte, miért jobb ez a fajta? Az összes napelem technológiához képest a Triálszán hibrid napelemes technológiám 30-40%-kal jobb. A világ összes napelem technológiájához képest eleve párhuzamos rendszerű, tehát a világon soros rendszerek vannak. Össze kell kötni sorba őket, és úgy egy nagy rendszerbe iktatni. A Triálszán a világon az egyedülálló, ami egyből hálózati feszültséget ad le, tehát 1/3 négyzetméter, az jelenleg 3 cserépméret, itt most 2 cserépméretet látunk, tehát még el kell képzelni még egy harmadik cserépméretet. 1/3 négyzetméter, jelenleg az én technológiámmal 350 wattot tud összeszedni egy nap alatt, és elraktározni, és leadni. Majd be fogom mutatni, hogy ez a 350 watt, az én 350 wattom mire elég, meg mekkora energiát jelent. Az összes technológiát, ha figyelembe vesszük, ha én azt mondom, hogy most jelenleg a világban tegyük föl 10%-os a napelem, ennél már hála Istennek sokkal jobbak, akkor ez enyém, hogyha avval a napelemmel van létrehozva, akkor 30-40%-kal jobb ahhoz képest. Ha egy 80%-os napelemet teszünk rá, akkor ahhoz képest 30-40%-kal több energiát tudok előállítani. De majd be is fogom ezeket mutatni. Itt az látható egyébként, hogy hogyan alakul az energiaára a magyar piacon. Lehet látni az éjszakai és a nappali áramot. És eljutottunk oda, hogy Felszman tanulmánya szerint több mint 18-19 forint per kilowattal kell számolni. Tehát már nem igaz az a 4-5 forint per kilowatt az atomerőmű energia előállításánál, amivel szokták mondani, de hát azért tiszta energia, meg nagyon olcsó energia, ez nem igaz. Gondoskodni kell az elraktározásáról, tehát a hulladék anyagoknak az elraktározásáról, ami tudjuk nagyon jól, hogy ezek évtizedek, évszázadokig vannak a felezési idők, tehát ez hulladék, és folyamatosan sugároz, ezt ne felejtsük el, folyamatosan sugároz. Csak az a baj, hogy például Felszmannak a tanulmányát nem nagyon figyelik meg, és meglátható 18-19 forint per kilowatt. Paks ilyen körzetben sugároz? Hát igen. Sugárzó tekintettel figyelünk föl a dolgok alakulására. És ami még nagy probléma, hogy nézzük meg, amivel működünk, tehát az atomerőmű, amivel működik, egyre csökken, tehát itt 2100-ra már nem lehet találni hasadó anyagot. És azért ez nem mindegy. Tehát ez nem mindegy. Tehát az uránium nagyon is kifutó ágban van, és nagyon nehéz előállítani. És hát jelenleg itt, ha nézzük, akkor látjuk, hogy ha alacsony költség részét nézzük, ó, csak 40 dollár kilogramm. Nem is egy olyan drága dolog. Egy hagyományos atomreaktor működését látjuk, tehát a fűtőelemek itt vannak, gőzturbinával hagyjuk meg a generátort, itt van a víz, tehát a hűtővíz, itt a generátor, és így kerül a nagy feszültségű hálózatra az elvállított energia. És hát ismerjük a, sajnos már több országban ismerhetjük az atomrobbanást, ami a hasadás miatt van, tehát a maghasadás miatt fordul elő, tehát a felszabadult neutronok,
és itt látható képekben, tehát így néz ki. Itt egy hatalmas lökés hullám jön egyébként a robbanáskor, és elektromágneses hullám is. Ez nagyon fontos, hogy egy hatalmas mágneses hullám is jön, de ezt föl is szokták használni EMP fegyverként is, elektromagnetic pulzár, mert ebből az elektromos technológiákat ki lehet ütni, úgymond. Tehát minden elektromos berendezés zárlatossá válik. Ez az EMP fegyver egyébként, ez egy modernkori fegyver, tehát robbantás nélkül, tehát fönt robbantunk egyet, egy nagy tekercsre rárobbantjuk az impulzust, és az egy elektromágneses impulzust hoz létre, és minden elektromos készüléket tönkretesz. Tehát se a telefonunk, se az autónk, semmit nem fog működni. Így most akkor el lehet gondolkodni, hogy miért is kőbevésett információkat találunk, tehát a ikaköveket, meg tropalemezeket, amik több millió évesek is információt hordoznak, és még nem elektromos hordozót. Igen. Itt a lökéshullámot látjuk egyébként, hogy milyen nagy lökéshullámot eredmény ez a robbanás, és egy kicsit visszesre téve nézzük meg, hogy mit ábrázol a robbanás, és lehet, hogy nem véletlen. Sajnos, hát halált eredményez. Jelenleg, amit mondtam, 430, durván 430 erőmű található a világban, aminek nem nagyon örülünk, pedig úgy volt, hogy le fogják csökkenteni ezeknek a számát a sok felrobbanás miatt, de abból is megmutatok képeket. Atombombát mikor használtak a Földön legrégebben, amiről tudunk? India? Hát volt, az ionoszférába is robbantottak, meg a tenger alatt is, de hogy legrégebben? Az az Indiában, amit mondanak, hogy Mohenjo-daróban már olyan összedobált emberi testrészek vannak, és olyan sugárzást mérnek ma is, hogy ott atombombát kellett robbantani 4-5000 évvel ezelőtt. Hát az nem lehetetlen, de az is lehet, hogy idegen lények voltak, tehát igen, akkor ez is alátámasztja úgymond az idegen űrhajókat, tehát hogy idegen lények vetették be először a Földön ezeket az atombombákat. Egyébként olyan egyezmény van, hogy nem is vihetjük ki, tehát a Föld környezetéből nem is nagyon vihetjük ki az űrbe, tehát az űrbe nem vihetünk ki atombombát. Tehát űrhajóval azért is robbantották föl, nem véletlen, miatt robbant föl úgymond az űrhajó. Tehát amik voltak ezek a katasztrófák. Mennyire komoly az, mennyire kell komolyan vennünk, hogy az amerikai kormány megállapodást kötötte a Földön kívüliekkel? Azt nagyon komolyan kell venni, mert a János barátomnak meg is vannak a dokumentációi, tehát a Magyar UFO Szövetség elnökének, Kalmár Jancsinak dokumentációi vannak erről, hogy egyezményt kötöttek először a kis szürkékkel, hogy úgymond csak a Földnek 1%-át vihetik el, csak aztán túlzásba vitték, és az volt a probléma, hogy nem ugyanoda hozták vissza, ahonnan elvitték az embereket, és ezért úgymond föllázadt a Föld népe, nem csak a kis szürkék ellen, tehát úgymond a sarkunkra álltunk, és most már nem csak együtt dolgozunk velük, hanem finomabbra van véve a dolog, tehát most már nem visznek el annyi embert a Földről, mint régen. Tehát ez már áll a Istennek, hogy már megszűnőágban van. És a kemény beavatkozások most már nem nagyon vannak. Az tény, hogy még vannak azért beavatkozások, mert hallhatunk erről, tehát nap mint nap hallható. Sőt, Magyarországon is nagyon sok elvitetésről tudunk. Sőt, volt 96-ban, amit már említettem egy riportban is, hogy 96-ban volt egy ütközés is. Beszéltünk úgymond a repülőnek a pilótájával, aki részt vett ebbe az ütközésbe, a társa az már meghalt sajnos, de a mai napig is itt van, úgymond ez a lény Magyarországon. Tehát úgymond együtt dolgozik az emberiség az idegen lényekkel. Egyébként erre visszatérve, írtunk egy levelet a Magyar UFO Szövetség nevében Orbán Viktornak és Hende Csapának, írtunk egy levelet, hogy hozzák nyilvánosságra magyarországi UFO-aktákat, mert a környező országokban már teljesen úgymond nyílt titok, tehát fel lett lebbentve a fátyol, hogy
sőt, egyes országokban tananyag is. Tehát Oroszországban például tananyagként is szerepel az ufológia, és hogyha ez a környező országban, tehát Németországtól kezdve a francia, az Amerikába, Svédország, a Norvégia, ezek már nyílt titkok, és már be is ismerik, sőt Obama is bejelentette, akkor mi nem hozzuk nyilvánosságra Magyarországon? Tehát jelenleg egyedül Magyarországon nincsenek UFO esetek, mert most jelenleg az van, mert nem hozták nyilvánosságra. Tehát majd meglátjuk, hogy mit sikerül majd elérni vele.